Tesmájer Gábor lemondása után március elején választott új elnököt a megyei kézilabda szövetség. A tagság Major Tamásnak, a kisvárdai KC elnökének szavazott bizalmat. A játékosként az Ópályi együttesében még mindig aktívan kézilabdázó sportvezető bemutatkozó sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a stabil háttérrel rendelkező megyei szövetség tovább viszi az elmúlt években megkezdett programokat, azaz folytatódik a játékvezetőképzés, ismét megrendezik a több mint 1000 utánpótlás korú játékost megmozgató Szabolcs kupát, valamint a nemzetközi Junior kupát. Mindenképpen szeretnénk folytatni. Láttuk azt, hogy érdeklődés van rá. Láttuk azt, hogy az utánpótlás létezik, és van kivel dolgozni, és látjuk azt, hogy a játékvezető képzésben is megindult az a folyamat, ami a fiatalitás felé viszi a mondani valót, úgyhogy mindenképpen szeretnénk mind a hármat folytatni a Juniort is. Ha ebben az évben már nem is tudnánk véletlenül bármi oknál fogva ezt véghez vinni, a következő évben mindenképpen pótoljuk. A szövetség újonnan választott alelnöke Baracsi Endre szerint fontos az infrastruktúrális háttér javítása, mert a gyerekeket csak megfelelő körülmények biztosításával lehet a kézilabda pályákra csábítani. Játéknak a népszerűsítése azt hiszem az a legalapvetőbb, illetve hogy valóban már az alapfokon, az óvodákban, iskolákban már ez úgymond elérhető sportá váljon, úgyhogy ebben mindenképpen szeretnénk előrelépni. Másrészt pedig szeretnénk azt a hátteret, legyen az akár szakmai, legyen az akár infrastruktúrális háttér, valamilyen szinten javítani, amely mind a kézilabdához, mind pedig egyéb sportágakhoz szükséges, mert nem beszéltünk csak kézilabdáról, hogyha egy termet felújítunk, ez az minden más sportág szempontjából fontos, de természetesen ezek a fejlesztések, ezek megvalósítják. Előtt állnak, és igyekszünk ezekbe lépést tenni előre. A megyei férfi bajnokságban jelenleg 7, a férfiaknál pedig 10 csapat szerepel. Az elnök reményei szerint a jövőben mindkét nem képviselőinél növekszik majd a résztvevők száma.